Németországban több száz oltóközpontot állítanak fel, hogy kellőképp fel legyenek készülve arra a pillanatra, amikor az Európai Unióban engedélyezik az új koronavírus elleni vakcinát. Ebben a berlini sportcsarnokban naponta 3400 ember kaphatja meg a vírussal szembeni védettséget nyújtó oltást. Egyszerre 80 oltófülkében adják be az első vakcinát, majd a másodikat 21 nappal később. Berlin egészségügyi szenátora Dilek Kalajdzsi azt mondta, az első fázis 4,5 hónapig tart majd. Az első fázist ilyen oltóközpontokban hajtjuk majd végre, mert az a vakcina, amit várunk, különleges tárolást igényel. A hagyományos egészségügyi ellátórendszer nem alkalmas erre. A Pfizer-BioNTech vakcinát mínusz 70 fokon kell tárolni. A szert a kiszállítás előtt egy titkos raktárban tárolják majd. A 6 berlini oltóközpont működtetéséhez 3000 ember és mintegy 200 millió euró kell. A projekt vezetője, Albert Prüme, Lego elemekkel vázolta fel az oltóközpontot. A Lego segítségével képeztem le az ötletet. 4 alaplapra építettem fel Legóból az oltófülkéket, aztán a kijáratot és a bejáratot, az első segély helyet és a raktárat. És ezt az alapötletet lehet most látni a valóságban. Először az egészségügyi dolgozókat és a veszélyeztetett csoportokba tartozókat oltják be, akiknek egyenként küldenek majd levelet. A behívó levelek készen, az oltóközpontok is készen állnak. Egy gombnyomással ki tudjuk küldeni a leveleket. Felállítottuk azt a központot, ahol telefonon és online is lehet időpontot foglalni. De végső soron rá vagyunk utalva a berliniek oltási hajlandóságára, mondta Kalajdzsi. Kigászi a feladat, de most már csak a kormányzat engedélyére várnak, hogy feltöltsék vakcinával a raktárakat, és elkezdjék az emberek beoltását.